Professzor úr, hogy állnak a kutatások jelen pillanatban? Hát ismét egy jelentős eredményről tudunk beszámolni, ugyanis kutatócsoportunknak sikerült a vírust izolálni székletmintával is. Feltételezések már voltak nemzetközi tanulmányokból arra, hogy a vírus ürül széklettel, de ez idáig csak molekuláris biológiai módszerekkel tudták ezt igazolni. Jelen kísérletben azonban fertőzőképes infektív partikulákat is kimutattunk, ami egy kicsit talán befolyásolja a fertőzésről eddig alkotott összképünket, hiszen úgy tűnik, hogy ha nagyon kis mennyiségben is, de képes lehet fertőzőképes vírus ürülni a széklettel is. Azonban nagyon fontos hozzátennünk, hogy az elsődleges és egyértelmű átadási mód még mindig a cseppfertőzéssel történő fertőzés, de biztos vagyok benne, hogy ezután az eredmény után egy kicsit oda kell figyelni a járványügyi tevékenységekre, a fertőtlenítési tevékenységre, hiszen ez befolyásolhatja ez az új eredmény a vírusról alkotott képünket is. Ugye ezen felül folyamatosan tesztelik a különféle hatóanyagokat. Milyen hatóanyagteszteket végeztek az elmúlt időszakban? Igen, valóban a hatóanyagtesztek a laboratóriumban igen nagy ütemben folynak. Jelenleg több mint 260 olyan vegyület van, ami tesztelés alatt áll laboratóriumunkban. Ennek egy jelentős része már ismert, tehát ténylegesen a gyógyszertárok polcain lévő gyógyszerekben lévő hatóanyagok. Egy jelentős része azonban is ez a nagyobbik része, amely újonnan szintetizált hatóanyagok, és próbáljuk keresni azt, hogy bármelyik is hatékony lehet a vírus blokkolására, vagy a vírus replikáció megakadályozására. Melyek ezek pontosan? Ugye felreppentek hírek, hogy a BCG oltás az egyik, ami hatásos lehet a vírus ellen. Szeretnénk azt hinni, hogy az, de azt gondolom, hogy a jelen pillanatban semmilyen tudományos magyarázat nincs. Jó lehet a BCG oltása, a nem specifikus celluláris immunválaszt egy kicsit serkentheti, de azt gondolom, hogy éppen a napokban jelent meg a Nature Microbiology hasábjain egy publikáció, amely teljes mértékben cáfolja a BCG oltás bármely hatékonyságát, de azt kell mondjam, hogy további vizsgálatok szükségesek ebben az ügyben is. Jó magam azt hiszem, hogy ennek különös hatása a jelenlegi SARS-koronavírus járványra nincsen. Mit is jelent az pontosan, hogy a vírust sejten kívül vagy azon belül blokkolhatjuk? Többfajta hatásmechanizmusa lehet a különböző antivirális szereknek. Ezen 6-7 támadási pontot is ismerünk a vírus replikációs mechanizmusában, ahol képesek vagyunk beavatkozni, és ezt tulajdonképpen blokkolni. Az egyik legalapvetőbb, hogyha valamilyen úton, módon megakadályozzuk azt, hogy a vírus a sejtfelszín receptorokhoz kötődjön, ez nyilván a vírus blokkolásával járhat. Azonban, hogyha megtörténik a vírus sejtbe jutása, akkor ott is számtalan olyan pont van, ahol ebbe azt a replikációs vírus, mondjuk így nem túl szakszerű szóval szaporodási mechanizmust tudjuk gátolni, legyen ez akár a vírus nukleáris, a vírus örökítő anyagnak a megkettőződésének a gátlása, vagy akár a vírus, új vírus partikulák összeszerelődésének a gátlása, vagy a legvégső stádiumban az új vírus partikulák sejtből történő kijutásának a gátlása. Tehát számtalan pont van, számtalan mechanizmus van, ahol ezt meg lehet fogni. Mi gyakorlatilag számos olyan szert tesztelünk, amely több támadásponton hat vagy hat-hat jelen pillanatban. Professzor úr, én köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az újabb lehetőséget.